Sziasztok, én Peti vagyok, és üdvözlök itt újra mindenkit a Call of Duty Mobile-ban. Az első komolyabb frissítés érkezett meg itt a 2020-as évben. A Battle Royale-ba érkezett egy új játékmód, a Sniper Challenge. Itt csak sniperek vannak, illetve pisztolyok. A multiplayerbe visszakerült a Gun Game, egy héten keresztül lehet ezzel is játszani. Illetve érkezett ez az új challenge, ezt a Dragonfire Score Streak-et lehet feloldani. Ebben a videóban pedig ezt fogom bemutatni, megyek egy Free For All-t, és megpróbálom megszerezni ezt a Score Streak-et, és bemutatni, hogy milyen. Kezdődik a Free For All, 20 killig megy, hát annyi killen belül csak össze tudom szedni. Megy valaki, jó, lelőttük, lelőttet valakit. Élednek, aha. Élednek ugyanott, ahol él, gyorsan ide feljövök, aztán még kinézek, hát a jönnek még itt. Jó, meg is van a UAV, úgyhogy láthatjuk a radaron, hol vannak. Be is kapcsoljuk. Még itt érkeznek. Lehet felszaladni, nem. Most akarnak fölmenni mind a ketten. Jó, még egy kill kellene, hogy meg tudjam szerezni azt a streaket, még kinézek. Aha. Jó, meg is van. Dragonfire. Ó, nem gond, hogy lelőtt, mert újra élettem, és akkor attól még ugyanúgy megvan az a streak. Csak egy nyugis pozíciót akarok szerezni. Ezek jó beleszaladtak a lövéseimbe. Szerintem ide elbújok, és akkor meglátjuk, hogy ez milyen. Cannot use. Mi az, hogy nem tudom használni? Ki kell menni? Itt. Jó, itt kint. Ah, egy ilyen drón. És akkor én... mozoghatok, tud lőni, és launch ifrared... bejelöli az ellenfeleket. Hogy tud lőni? És akkor... wow! Drone kill. Szóval itt tud lőni, de csak hármat lőtt, nem? Ja, és ennyi volt. Lemerült. Hát ez nem volt valami sok. Hát ez nem volt sok. Ez elég rövid streak. De hát ez is valami. Itt csúszkál valaki, vagy... ja, itt van. Jó, megszereztem még egyet. Jaj, bejönnek. Jó, szerencsé, hogy ott volt valaki. Itt lőtte le először. Vegyük elő ezt. Ezzel már be is tudjuk fejezni, ha minden igaz. Ott fent van. Ott leugrott. Jó, legyőztük. Ott jön még egy. És még kettő kill kell. Megint élet valaki. Utolsó kill pedig. Hol lesz? Ott van a busz. Na. Jó, kész is van. Na hát jó, kipróbáltuk ezt gyorsan. Ezt lehet a ranketbe érdemes használni, mert akkor, ha ez megvan, fel tudjuk térképezni a helyet, hogy hol vannak az ellenfelek, de igazából csak hármat lehet lőni. Csak hármat lehet lőni, és így akkor hát annyira nem hatásos így mások ellen, tehát így lövöldözésre nem használjuk, de egyébként így jó felfedezésre. Én szerintem nem fogom, ilyen free for all-ban nem fogom használni, mert itt tényleg gyorsan kell a 20 killig eljutni, mert az nem is olyan nehéz. Szóval, ja, akkor ez volt a Dragonfire. 750 pontba kerül, szóval nem olyan túl sok. A Stealth Chopper szerintem visszaállítom azt, mert az 1000-be kerül, igaz, de az hatásosabb úgy mások ellen. Ha szeretnétek, oldjátok fel, de ha esetleg lemaradtok róla, vagy nem akarjátok, később meg lehet vásárolni. Ide is bekerültek a Credit Store-ba az eddig feloldott dolgok, a Sparrow, Molotov Cocktail, meg az Airborne is. Viszont még ide még érkezik majd a Trickster is később, tehát nekem az már megvan, hogy megszereztem a kihívásra, de ez jó, hogyha a kihívásról lemaradunk, akkor meg tudjuk szerezni a kreditekkel. Jó, hát akkor az ennyi volt. Ilyen az új Score Streak, találkozunk legközelebb.